Abba Novák Vilmos rajzolja elő szekkóját, Horthy Miklós épp elfoglalja a helyét a 38-as kihelyezett fehérvári országgyűlésen, és Sztálin arcképe díszeleg az egykori tanácsháza oldalán. A képek ugyan különböző korszakokban és években készültek, a helyszín mégis közös bennük, a Városháza épülete. Amikor egy kicsit jelképesen újra megnyitjuk a nagy közönség előtt a város első számú épületét, közösségünk központját, akkor ahhoz egy városháza történeti kiállítás kapcsolódhat talán a legméltóbb módon. Március 15-én szerdán délben nyílt meg a Városi Levéltár és Kutatóintézet Városháza történetét bemutató kiállítása. A felújítást követően ezzel az eseménnyel nyitotta meg ismét kapuit a Városháza nagy közönség előtt. Valójában vita volt a szakirodalomban, de ezt tudjuk most már, hogy 1690-es években tulajdonképpen ez volt a városháza. A szenátorok háza 1680-as állam már a telekeni források így említik. Az épület történetét a kiállítás megnyitóján Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója elevenítette fel, hiszen hosszú és szövevényes út, több átépítés és tulajdonosváltás vezetett a mai állapotig. A Városháza történetével kapcsolatban jelentős forrásanyag áll a levéltár rendelkezésére, de talán ezen anyag legbeszédesebb elemeit a fennmaradt fényképek és különböző ábrázolások adják. Ezek alkotják a most megnyitott kiállítás gerincét is. Évektől fotók, illetőleg képes lapok keresztül mutatjuk be az épület történetének egyet főbb mozzanatait, az új városháza építés, és egyáltalán az új városháza többjének a kialakítását, 1936-38, előtte a Sóhajók hídja 1916, előtte gyakorlatilag ugye a korábbi Birbauerház, Obermeierház, Zicsi ház és az Oskola épület többjét mutatjuk be Szigeti testvérek épületével együtt. Tehát tulajdonképpen a tér átalakulását is, a terek, a hősök terét is ideértve a terek átalakulását is érzékelteti ez a kiállítás. De fontos eseményeket is belecsempésztünk. A maga a festmény az aranyhulla kibocsátását szimbolizálja. A kiállítás megnyitót követően több turnusban tartottak a Városháza épületét bemutató idegenvezetéseket is. Cserpakovics András polgármester vezette körbe az érdeklődőket, akik mind az elmúlt években történt felújításokról, mind pedig az épület történetéről hallhattak és láthattak érdekességeket.